Hát szervusztok gyerekek, ma a Rolling Sun című játékot fogom kipróbálni. Nos, a grafikáról már látni, hogy azzal nem lesz gond, tehát CryEngine, úgyhogy az csak jó lehet. Azért van gépigénye is, ilyen nem tudom, hogy van első vagy nincs, de szerintem nincsen. Ilyen no-name játékokhoz nem igen szokott jönni. Lényeg az, hogy hát 40 FPS sem megy kb. Majd itt a menübe is. Na, hát a játéknak a lényege, mutatom is, igazából annyi, hogy egy nagy kő golyót kell irányítanunk. Én kontrollerrel fogok játszani. És igazából egyetlen egy gombot lehet nyomkodni. Ez pedig az ugrás gomb, az A betűt a kontrolleren. Mivel igazából semmi más nem kell csinálni, csak gurulni a golyóval, ugye itt a karokkal lehet gurulni, és ugrani lehet. Ennyit lehet csinálni az egész játékba. Na most elsőre könnyűnek tűnik, hát mi, most mi ebben a nehéz, egy golyót kell irányítani, aztán csak mész. Az benne a nehéz, hogy mivel oldalnézetből van és nem lehet kamerát váltani, tehát oldalnézetből van az egész, és így nehéz orientálódni, mert egyszerűen néha nem tudod, hogy a golyó most éppen hol van. Egyedül az árnyékából tudod nagyjából, hogy éppen a pályának melyik részén van. Tehát egyszerűnek tűnik, de nem az, higgyétek el. A másik meg az, hogy itt lehet érezni, hogy ez tényleg egy kő golyó, tehát nem egy papír, vagy egy galacsin, vagy valami, mert tehát hiába nyomom el visszafele gombot, a kő továbbra is előre fele gurul, és ez egy lomha irányítást eredményez, ami által sokkal nehezebb lesz az egész. Tehát lehet választani, hogy most sietve megpróbálok inkább minden átugrani, vagy inkább megfontoltam próbálok meg. Na, itt látjátok, itt egy jó példa arra, hogy miért nehéz az orientálódás. Oldalnézetből nagyon nehéz látni azt, hogy te pontosan most hol is jársz a pályának, melyik fején. Hát tudod, hiába nyomom én az errefele gombot, a kő még mindig az ellenkező irányba megy. Ez nagyon jó, ez nem hiba, hanem ez nagyon jó megcsinálták, ez a fizika, tehát ez barom jól meg van csinálva. Tehát itt tényleg az érzed, hogy egy nehéz tárgyat irányítasz, nem csak egy ilyen galacsint, vagy akármi mást, egy ilyen kis könnyű valamit. Na, kicsit nekilódulunk itt. Mondom, könnyűnek tűnik, de nem olyan könnyű ez. Na, itt már, igen, ha leesünk, akkor igazából örök életünk van, és mindig visszatesz egy adott pontra, és onnét folytathatjuk. Na, itt most lehet centízni, hogy most centízve menjek végig, jaj, ami hát eléggé nehéz, mivel a golyó nem egyszer rá, meg hogyha elkezded ellenkező irányba zolni. Olyan gomb meg nincs, hogy ilyen vészfék, tehát hogy megálljon pillanatok alatt, tehát itt most szerencsére kell bíznod az, hogy te most éppen jó helyre pattogsz, amúgy nézzétek, van egy kis fizika, látjátok? Ez baromi jó. De néha a szerencsén is múlik, hogy éppen hol tartasz. Jaj, hát itt például igen. Itt viszont nekik a lódulni egy kicsit, hopp. Jó kis zene is, tök jó, élvezetes a játék. Na, itt egy kicsit túl korán ugrottam. Ilyenkor visszarak minket ide, aztán mehetünk tovább. Na itt jön megint egy érdekes rész. Itt le kell menni elvileg itt a... Az a be az ugrásnak a magasságát sem tudod mindig szabályozni. Jaj! Áááá, pedig majdnem lag volt! Valami elég messze rak vissza. Na, hát itt is, hogyha mászlid van, akkor pont olyan helyre első, ahol tovább tudsz gurulni. Tehát próbálgatni kell, nem mindig jön össze. Nekem azt nem mondja senki, hogy valaki ezt elsőre leesés nélkül végigviszi, mert azt úgyse fogom elhinni. Tehát mindig jön az, hogy már béna vagy a játékban, meg izébe, de béna, persze, könnyű mondani mindent. Próbáld meg, aztán utána mondhatsz véleményt a játékról, barátom. De nem úgy, hogy először játszottál vele ezért 10 órát, hanem úgy elsőre. Elsőre próbáld meg, aztán hogyha végigviszed tényleg úgy, ahogy kell, halál nélkül meg minden, akkor azt mondom, elismerem, te tudsz játszani. De úgy bazd meg, hogy benyögöd az, hogy nem tudsz egy semmivel játszani, úgy persze könnyű pofázni bazd meg, hogy egy kisebb próbáltad mondjuk még. Na, itt mászlim volt.
másik meg elsőre játszok a játékkal, tehát meg kell szokni az irányítást, meg minden. Nem úgy volt, csak az ember fogja azt elkezd bandba játszani. Olyan könnyen beszél mindenki, bazd meg, hogy... Na itt vigyázni kell, mert itt is, ha leesel... Háza nyer! Hát igen, ez itt necces. Kicsit gurulni kell, hogy... Ja. Na. Valamikor fölfelé is kell menni. Hopp! Az nem tudom, mi volt, hogy valami textúra hiba lehetett. Jaj! Hopp, látsz, megúsztam ott a kötélen. Szerintem kurva jó játék. Grafika az baszott szép. Tényleg azzal nincsen problémám. Hé, na itt. Jaj, ezt már basztam. Na, remélem nem teszel messze vissza. Jó van. Ja, látom, itt vannak azok a kis kövek. Lehet, hogy ezek a checkpointok. Ha? És az a poé, hogy ha a játékba visszabelépsz, akkor nincs olyan, hogy folytatás, tehát legerőlül kezded az egész játékot. Ja, itt is necces, hogyha... Jó. Itt már oké lesz? Na, erre is kell menni. Na, így már valamivel könnyebb. Jaj, de mégsem az, mert látod? Azért, mert a fizika, tehát a kő nehéz, és nem tudod olyan pontosan kontrollálni, mint ahogy szeretnéd. Hopp! Neki kell lendülni. Itt is vigyázni a visszagurulással, mert... Jaj! Jaj! Hopp! Francba! Jaj! Néha az ugrásra egy kicsit tudsz izét gyűjteni, tehát hogy... Jaj! Ez a nyer! Na jó, ez ott nem baj, hol ott vagyok. Jaj! Az már necces, bazd meg! Jaj! Ne esd le! Kurva lehelyezett a rész itt, te! Fú, bazd, most azt kéne csinálnunk, hogy ott felgurulunk, de... Jaj! Francba. A zenével amúgy azért nem vagyok megelégedve, egy darabig jó, de aztán ismétlődik, hogyha figyeltek. Tehát egy kicsit zavaró egy időre ugye azt hallgatni. Az piszok nehéz! Na vigyázni kell, mert viszont visszapattansz. Jaj! Nem igaz, most vehetek vissza. Na, baznak, ez érdekes egy rész. Necces, látod, ez már itt nem egyszerű. Mondom, egyszerűnek tűnik, de aztán jönnek ilyen részek, ahol szopás van. Nem lehet csak, hogy gurul, nincs turbogom meg ilyenek, tehát nézd meg, most itt is vissza leesek, pedig egyszerűen a végig mentem rajta. Hát tényleg itt nagyon nehéz irányítani. Akkor begyorsul a golyó, akkor oké. Érdemes így néha így pördülni. Jaj! Fasz meg, ha nem igaz már. Jaj, ne! Nem igaz, de és miért nem megy oda fel? És ez mi a tököm? Nem is lehet oda felmenni, vagy most mi a faszom ez? Hát láttátok, hogy már hányszor eljutottam odáig. Na jó van, hogyha elkezd csalni a játék, akkor hagyom a faszba. Hát tudod, ezt mondom, hogy nehéz orientálni. Nem tudod, hogy én most éppen, hogy a palló fölött ugrasz-e, vagy nem. Tehát azért ne egyszer egy-két helyen, tényleg. Nem lehet az a baj nagyon finoman irányítani. Hát tudod, necces. Na, végre! Nehogy most innét leessek, mert valakit megfejelek. Oké, az vissza egy kicsit, vissza, és... Jopp! Na végre! Hú, most itt nem szabad meghalnom, mert akkor szívás lesz. Ja, az meg ilyen, ezért figyelj. Lesznek benne egy kis fizikai dolgok is, na. Mi az itt? Jaj! Ez itt necces. De szép. És...
Pazd meg! Ah, sikerült! Jaj, ne! Ez itt olyan necces, bazd meg! Jó, azt nem érdek, ha nem kapom. Igaz, nem is tudom, mik ezek a gyűjthető valamik. Semmit nem tesznek nagyon hozzá. Fú, hát ez itt nagyon necces volt. Kurva jó grafika amúgy. Az itt... Az lény! Ne! Áfrazzal! Pont egy kiabáltam, hogy tök jó mentem. Na hova tesz vissza? Nincs is olyan kő. Akkor tök random a... Jaj, hát itt ez a baj. Látod, hát nem lát oldalra, nem látod egyszerre, hogy most a golyó éppen hol tart. Tehát most a pályának melyik az oldalán. És jó. Miért már jó lesz. Jaj, ezt megkurtam! Csim, lebagolódott. Jaj, ez itt érdekes lesz, ennyi. Itt már szerintem nem megy vissza, ja. Tehát itt vigyázni kell. Itt most arra a kockára kell ráugranom, de úgy. Hogy... És... sikerült, jól van. Lehet, hogy ezek a kis szarok a checkpointok. Jaj! Jaj, ne esle! Jávatolom vissza, akkor is erre jön tovább. Lehet, hogy ezek a checkpointok, baszki. Hűha! És de pont a végén! Még ma jól haladtam. Kíváncsi lennék azért a többi pályára, hogy milyen lesz. Jó, sikerült. Ha, ezt lekúrtam. Na, itt talán vissza tudok még menni. Hopp. Megvan. Lehet, hogy ezek a checkpointok, ezek a kis kék genyók. Azért érdemes őket felszedni ezek szerint. De aztán nem tudom, hát egyszer nem ír ki semmit, hogy most ügyes voltam-e vagy nem. Látod meg milyen? Ugolj már fel. Jó, na, megvan gyerekek, megvan az első pálya. Ha, nem is gondoltam volna, hogy végigviszem. Az meg mi a tököm? Valamit megtaláltam. Na, kíváncsi ezek milyen a második pálya. Nem is gondoltam volna, hogy végigviszem az első pályát. Na? Barlang! De beteg! Kurva jól néz ki embere. Kurva szép. Nagyon jó ez a CryEngine. Sokan izélték, szüttyögtek, hogy a CryEngine az csak ilyen tech demókat lehet vele... Hoppa. Hát ilyen tech demókat csinálnak csak a CryEngine-nel. Ez mind azt mondta, akinek nem ment el a gépén a játék. Ez baromság, hogy ez tech demó. Kibaszott szép játékok ezek. Fú, ez már necces, bazd meg, ezek mozognak. Jaj, látod, ezt mondom, tehát belemozdul az ember olyan dolgokba, amire nem kéne. Ebasztam, mondom, a vége. Na a vége ilyenkor. Túl nagyot ugrottam a francba! Na, végre. Ja. Jó, beszopatott a izé! Beszopatott. Jaj! Mondom, próbáljátok ki ezt a játékot, kibaszott jó. Igazából, csak nehéz. Kevés volt.
Hát ezt mondom, látod, teljesen elorientálódik a golyó néha, tehát egyszerűen oldalnézetből ez baromi nehéz. Nem tudod, hogy a pályának éppen melyik részén vagy, főleg úgy, hogyha nincs, nem látod az árnyékot rendesen. És, ez az megvan. Jó, necces, jaj. Fú. Hopp, hova mész? Hol megy a golyó? Ezt már felszük, ha már visszajöttünk. Lehet, hogy azért basszom már, mert a kontrollert nem egyenesen fogom. Zavar az rohadt kábelje és a fülesnek. Hát, ez most itt... Most mi a tekem van? Miért nem lehet felmenni oda? Na. Jaj! Ezt már kurtam. Ez az, ide rak vissza. Oké. Na itt már más a zene is. Fú! Ezt nagyon megúsztam. Szépen csak a szerencsém múlott. Jaj, ezt viszont már nem láttam! Hát ez mekkora átbaszás, mi? Nagyon neki kell nyomni itt, figyeld, itt nagyon neki kell nyomni. Jó, lehet kiugrani. Megkúrtam, neki mentem. Ezt mondom, hogy annyira rossz orientálódni jól a nézetből. Hát ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó, maximum akkor, hogyha... Megpróbálok itt, ez az! Ez volt a lényeg. Megpróbálok valahogy az oldalára fölkerülni. Jaj, itt már mozgó dolgok is lesznek. Víz is szépen meg van csinálva. Jaj. Hopp. Hú, bazd meg! Na hát ilyenkor, hiába nyomom a levegőben engem. Nehéz a kő ugye azért. Lehet, hogy meg kéne várni, míg ez a szarpalló visszaáll a helyére. És megpróbálom azt, hogy ráugrok, és nem megyek el róla. Na lesz, ez ott látod? Jaj! Kicsit ugrott, mert ugye elmegy az erő. Tehát tényleg itt van a fizika, hogy lenyomódik, és ilyenkor elmegy az ugrási erő. Tehát még erre is figyeltek, hogy ha ilyen van, akkor ez hogyan működjön. Jaj. Na, itt aztán megtartani. Hopp. Hopp. Jaj. Hopp. Hopp. Jaj, ne esd le! Az a nyert golyós faszát! Hú, na most ez meg lesz. Ez kurva nehéz végigmenni. Jaj, ne esd le! Hey, kimegy alólam! És a végén baszom! Kurva anyját! Meg majdnem megvolt. Baszik, ez rohadt nehéz rész. Ezt vigyétek végig elsőre, baszod. Gyerekek. Látod, ezt mondom, de egyszer nem látod, hogy most éppen a golyó most hol van. Most vagy a palló mellé ugrasz, vagy nem, tehát döntsd el. Főleg itt, hogy még árnyéka sincs a golyónak nagyon, meg főleg nem látni most. Alapban az ember mindig maga felé húzza azt a rohadt kart, de azért megy ám el mindig. Na most erre húztam. Azért mondom, ezek mozognak, tehát nem fixek ezek itt. Hopp, beszoptam. Ennyi. Na jó van, még ezeig próbálgatom, mondjuk elérem a 20 percet, aztán... elbasztam már, ez mindegy. Aztán befejezzük. Majd videón kívül is kipróbálom, csak azonban az egészet... Nem, ilyenkor másik pályától lehet folytatni. Nem tudom, hány pálya lehet amúgy. Ez... Necces, kibaszottan egyszer ez. Ez a rész. Jaj, megint túlmentem.
Jaj! És? És ez az, ez az! Hú, az meg, hú! Jaj! Jaj! Oké, jaj, 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 az anyád, picseljet! Majdnem meg volt. Aki nekem ezt úgy végvisz, hogy egyszer nem esik le, az állva fog tapsolni. Komolyan. Na, ez egy kihívás, gyerekek. Úgy vigyétek végig ezt a játékot, hogy egyszer nem estek le. Ez lehetetlen. Az nem létezik, hogy úgy végig lehet vinni ezt. Szerintem egy profi se. Mondjuk ez milyen profi, tehát ez ebből a játék, amiben vannak profik. Tehát ez szerencse kérdés, hogy éppen hogyan... Jó, hú, necces, necces, necces. Hopp, jó, 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 jó. Jaj, már túl megyek! Hú, ez itt egy durva futam volt megint. És! Hú, bazd meg, ezt még épp hogy elértem. Ott volt a mentési pont, hú. Ez olyan necces volt, emberek. Hú, vigyázni kell, bazd meg, lenyitódik! Erre nem számítottam. Gyorsan kugrani meg, mert megszopor. Jaj, nem esünk le. Hopp. Gyerünk, jajajajajajajá! Távolabb kell ugrani. Nem szabad így gyorsan ugrani, mert akkor megszopor. Jaj! Jaj, na, vissza lehet még. Ez az, hú. Kontroller pár széttöröm majdnem, bazd meg, úgy nyomom. Jaj, oké. Nem kellett felugrani. Na, itt aztán egy palló mennyi végig. Ez megint ilyen necces hely. Gondoltam ide rak. Piába próbálsz lassan menni. Akkor is egyszerűen. Látod, van, akkor túl sokat ad neki. És egyszerűen elbaszod. Nagyon necces. Jaj, látod, ne ez az megint, kicsit túlnyomod neki és vége. Jaj, pedig ez jó lett volna, rossz felé nyomtam. Abba az ugrást megnyomod és arra húzod éppen a kontrollert, abba a pillanat balra ugrik és akkor innét már szoptad az egészet. Kicsit belemozdul az ember. Hopp. Hopp, látod, ez már nem volt jó, tehát az a baj, hogy éppen ha arra húzod és nem arra akarsz ugrani. Ez még necces volt, na. És, ne esd le, ne esd le, te buzilabda! Majdnem, anyád, picsáját, nem igaz, mert faszom most már az egészben. Na, de jó van. Megvan a mentési pont, ez a lényeg. Oké, megvan a mentési pont, jó. Oké, ezt még megúsztam akkor, hoppá. Jaj, ne este bazd meg, te buzilab... Oké, megmentettem. Hú, szegény kontroller meg szar rám. És itt a vége szerintem most már. Nem, még nem. Hát, ez hogy a fazomba ugrottam én ekkorát most itt. Te basztam. Jaj, ne esd le, te buzilabda! Fú. Na, várj, itt van valami. Van valami. Aha, ez rakja odébb a izé. De fasza! Érdekes, hogy kell figyelni ezek szerint. Na, magamban viszem azt a valamit. Na itt is lesz egy. Tök jó. Apa, mozog a labdám, figyelj. Mi? Ne, pont ráugrottam! Te macskura! Meg kellett volna várni még vissza egy percet, csak hát fele tudta, hogy ilyen lassan jön föl.
Az látom, hogy azóta van valami a gömbön mellett, ilyen világító kis szutyok. Nem tudom, ez lehet a fény, hogy lássak itt az alagútba. Hopp. Egyszeres volt, de megvan. Többet lejátszok ezzel, mint bármelyik játékában. Hogy azt lehet nyomni neki. Gyerünk, ugratás! Hoppá, már elbasztam. Hát ez az, hogy nem látod egyszerre, hogy most a golyó éppen most hol is van igazán. Ja. Megvolt. Na. Megérkeztünk. Hoppá. Na, menjél már bele. Ez az. Na. Hát itt meg mi lesz? Kíváncsi ezek erre. Túl látom, hogy... Mi? Micsoda? Ja, hogy kaptam egy ilyen extra erőt, figyeld. Aha. Aha, extra erő. Na, megvan a másik pálya is, emberek. Jó, mi belenézzünk még a harmadik pályába, aztán vége, mert hát tényleg hosszú lesz a videó, egy ilyen kis pöcsjátékról bezd meg. Na, tengerpart. És akkor tudok most kettőt ugrani elvileg. Aha. Hopp. Áh! Vigyázni kell itt már. Fú, na hát a harmadik pályát is elértük. Na, ennyi lett volna a bemutató videó játéknak. Szerintem kibaszható, ezt érdemes kipróbáltak. Mondom, aki ezt elsőre végviszi úgy, hogy nem esik le egyszer se, az állva fog tapsolni neki, de vegye fel videóra. Az ilyen nem létezik, hogy az végig tudja vinni. Így. Na. Köszönöm a figyelmet, jó szórakozást!